Újra forognak a kerekek Tolna megye egyik legjelentősebb nemzetközi sportesemények kapcsán. A Gemenc nagydíj nemzetközi országúti kerékpáros verseny lassan 50 éve jelen van Szekszárd életében, így az idén is rajthoz állnak majd a biciklisek. 2021. december végén már megkezdődtek a 48. Gemenc nagydíj szervezésének előkészítő munkálatai. Arató Gábor, aki idén sok év kihagyás után ismét elvállalta a versenyigazgatói szerepet, beszélt a tervekről. Az idei évben kettő naposra tervezzük a versenyt, július 16 és 17-én, szombaton vasárnap. Szombat és vasárnap országúti szakaszokat tervezünk, szekszárdi céllal, és vasárnap délutánra tervezzük igazából a verseny fénypontját, a háztömb körüli versenyeket. Itt egyrészt tehetségkutató versenyeket tartunk majd, másrészt utánpótlás versenyzők számára, korosztályos versenyeket, és végül este az én már hagyományos villanyfényes háztömb körüli versenyt Pálinkás Csaba emlékére. Az elmúlt héten jegyezte be a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség a megmérettetést a versenynaptárjába, és ezután lehet a hazai, illetve a nemzetközi csapatoknak elküldeni a meghívót. Idén 100-120 versenyzőre számítanak, tette hozzá Arató Gábor. A Magyar Kerékpáros Szövetség képviselői örömüket fejezték ki, hogy a szekszárdi szakosztályok együtt szervezik a nagy múltú versenyt, hiszen ez garancia mindenkinek arra, hogy magas színvonalú rendezvénnyel készül a sportközpont. Versenyzői oldalról most is nagyon nagy az érdeklődés a verseny iránt, csak úgy, mint ahogy ezt tapasztaltuk 20-30 évvel ezelőtt, és most is indulnak nagyon nagy nevek a versenyünkön. Hát ugye 2 évvel ezelőtt nyerte a versenyt Walter Attila, aki a tavalyi évben pedig már a Giro d'Italián az összetetten élenálló versenyzőnek járó rózsaszín mezt is megnyerte. A több évtizedes múltra visszatekintő verseny igazi rangot vívott ki magának a hazai és a nemzetközi kerékpáros versenyek sorában, így egyértelmű cél az 50. jubileumi verseny megszervezése 2024-ben.